Sok a panasz, várják az észrevételeket a közvilágítással kapcsolatban. Kevesebb gyermek született, csökkent a város lakossága. Megfeleződött az állomány, egyre kevesebb a fecske. Jó estét kívánok, ez itt az Aktuális február 19-én. Számos panaszt és észrevételt olvashatunk a városban felszerelt új ledes lámpatestekkel kapcsolatban a közösségi oldalakon. A panaszok többsége a gyenge fényerőről vagy a nem működő lámpákról szól. Az ilyen észrevételeket a városüzemeltetéshez kell benyújtani, azonban, mint megtudtuk, jóval kevesebb panasz érkezett ide, mint amennyit az internetre feltöltenek az emberek. Ezért az igazgatóság kéri a városban élőket, hogy amennyiben problémát észlelnek, azt jelezzék a szakembereknek. Az utca egyik oldalán égnek a közvilágítás lámpái, még a másik oldalon csupán az autók fényszórói világítják be a Páter kis Szaléz utcát. Ilyen és ehhez hasonló észrevételeket és problémákat gyakran olvashatunk mostanában a közösségi oldalakon, hiszen a városban élők közül sokan nem elégedettek az új ledes világítással. Bejelentést azonban sokan nem tesznek, tudtuk meg Juhász Katalintól, a városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatótól, aki hozzátette, panasz esetén három lehetőség is van arra, hogy bárki jelezze az észrevételét. Van egy nagyon jól működő applikáció, az a neve, hogy Energi App, hogyha ezt letöltik, akkor azonnal tudnak közvetlenül a szolgáltatóhoz bármilyen közvilágítási hibát bejelenteni. Itt a nevet meg a címet kell megadni, telefonszámot, illetve egy hely meghatározóval rögtön meg is határozhatjuk a helyünket, vagy mi megadhatjuk, hogy hol észleltük a hibát. Ezen kívül a Elműémász szolgáltatónak a honlapján keresztül lehet bejelenteni, illetve itt a hivatalban a mi kollégáink is fogadnak elektronikus úton, telefonon, illetve személyesen is bejelentéseket. A bejelentéseknek egy része azonnal orvosolható, azonban vannak olyan problémák, amiknek javítása eltarthat akár több hétig is, mondta el az igazgató. Ennek egy része vagy azonnal orvosolható, ilyenek például, hogyha felszerelik a lámpatestet, de utána este ez nem világít, akkor ennek is több oka lehet, ugyanis fel- és leszálló vezetéket cserélnek, illetve lámpatestet, viszont ezen kívül még ugye van földben is vezeték, illetve van egy úgynevezett alaplap a világító oszlopoknak az alján, tehát ha ezeknek van problémája, akkor viszont be kell vonnunk az áramszolgáltatót, a kivitelező ezeket nem tudja javítani, emiatt fordul elő az, hogy esetleg egy-két héttel csúszik a javítás, mert több résztvevőt kell bevonni. Az igazgató hozzátette, a beruházás még körülbelül 2 hétig tart. Ezt követően a cég dolgozói több estén keresztül vizsgálják majd a lámpák megfelelő működését. Azonban addig is várják a közvilágítással kapcsolatos észrevételeket. Elfogadhatja a város idei költségvetését csütörtöki ülésén Gyöngyös képviselőtestülete. Ennek értelmében feszes, de tartható gazdálkodás várható. Az önkormányzati lakások bérleti díja idén biztosan emelkedni fog, és arról is tárgyalni kell, mi lesz azokkal, akiknek lejár a bérleti joga. A frakcióvezetők azt hangsúlyozzák, a kérdésben igyekeznek alaposan megfontolt, szociális szempontokat is mérlegelő döntést hozni. 13,5 milliárd forintról születhet döntés a csütörtöki testületi ülésen, ha elfogadják az idei költségvetést. Ennek nagy része átfolyó pénz, tehát kötött, hogy mire használható fel. Mintegy 500 millió forint körül tartalmazza a tervezet a nem kötelező feladatok támogatását. Ennek nagy részét fejlesztésre költik, de intézményi és civil támogatásokat is tartalmaz az előterjesztés, az előző évhez hasonló mértékben. A büdzsé 50 milliós általános tartalékkal is számol. 100 milliónál többet költenek tisztasági feladatokra. Jelentős tétel a parkgondozás, tartalmaz 30 milliós járda felújítási keretet, de jut a tömegközlekedés fejlesztésére is. A tervezést idén a növekvő állami elvonások nehezítik, de igyekeznek, hogy minden fontos feladatra jusson, mondta Vég Attila frakcióvezető. A csütörtöki ülés egyik legfontosabb kérdése a költségvetés mellett, hogy hogyan változik a város lakásrendelete. Egyrészt elkerülhetetlen egy bérleti díj emelés. Az előterjesztés szerint 500 forintról 800 forintra négyzetméterenként. Másrészt fontos változás, hogy egy 7 évvel ezelőtti rendelet értelmében idén sok bérlőnek lejár a bérleti jogviszonya. Most úgy tűnik maradhatnak, de további bérleti díj emelkedéssel kell kalkulálniuk. 3 verzió is van, nem tudom, hogy melyiket támogatják. 10% évente 10%-kal, másik változat szerint 15%-kal, harmadik szerint 20%-kal emelkedik a bérleti díj.
Tehát ezt megint úgy könnyű kiszámolni, mondjuk egy 20%-nál, gyakorlatilag 5 év után el fogja érni a piaci bérleti díjat. Vég Attila azt mondja, szerencsés volna valamiféle türelmi időt bevezetni, illetve tekintettel kell lenni a régóta ott élő, főleg idős bérlők szociális helyzetére is. Abban, hogy elkerülhetetlen a díjemelés, Faragó Tamás is egyetért. A piac az nagyon elhúzott ez mellett, és valahol ezt egyensúlyba kell hozni. Nem szabad nekünk felmenni a piaci árig, viszont valamilyen szinten egy balanszot meg kell találni, hogy hol van az az ár, ami még azért jó, de nem mégsem a piaci ár. Hozzátette, mivel a karbantartási díjak és a szakmunkák is drágultak, ezzel is kalkulálni kell az emelés során. Kis Tivadar is osztja ezeket a véleményeket, azt mondja, körültekintően kell eljárni a módosítás során, alapos tárgyalásokra lesz szükség. Én azt gondolom, hogy ez még sok fordulós lesz, és szintén nagyon jó dolgok megjelentek, csak jelenleg még nem életszerűek. Tehát megjelent az, hogy aki visszajönne Gyöngyösre, visszatelepülne, azt preferáljuk. Jó, de 40 itt lakó gyöngyösi megvárja azt a lakást. Hozzátette, hosszú távon új önkormányzati bérlakásépítési programra volna szükség állami támogatással. Abban egyetértettek a frakcióvezetők, hogy a téma kapcsán még sok a kérdés, így várhatóan tovább tárgyalja a rendelettervezetet a testület. Közel 800 gyöngyösi gyermek született tavaly, kevesebb, mint az elmúlt években. A legnépszerűbb nevek a lányok körében továbbra is az Anna, a Hanna és a Luca, a fiúknál pedig a Kevint választották a legtöbben. A halálozások száma viszont nőtt, közel 1000-en vesztették életüket 2019-ben városunkban. Nagyot elsít Krisztián, az év első gyöngyösi babája a Bogát Pál kórházban. Ő már az idei születésszámot erősíti, pedig édesanyja tavaly karácsonyra volt kiírva. Kevesebb gyöngyösi gyermek született 2019-ben, mint az elmúlt néhány évben, számuk nem éri el a 800-at. Nagyjából azonos arányban születtek fiúk és lányok, és több ikerpárnak is életet adtak városunkban. 789 gyermek született Gyöngyösön a tavalyi évben, és hát ez egy kicsit kevesebb, mint ez megelőző években, de nem számottevően kevesebb, tehát ez a 800 születési átlag az azért megvan. Arról egyébként, hogy milyen új nevek kerülhetnek be az anyakönyvezhető utónevek közé, az Akadémia Nyelvtudományi Intézete dönt. Jelenleg közel 2400 női és 1813 férfi nevet tartalmaz a lista, így összesen 4188 név közül választhatnak ma Magyarországon. Havonta átlagosan 5-10 névvel bővül a lista. Aki azonban ezek között sem találja meg az igazit, kérvényezhet új nevet. Gyöngyösön is született tavaly olyan baba, aki még egyedüliként viseli a nevét. Most anyakönyveztem nemrég egy Dála nevű kislányt. Volt Evolett, a fiúknál Ejfram, ilyen érdekes hangzású nevek, Nancy, úgyhogy mindig sikerült találni olyat, ami még nem volt, de ez így egy-egy gyermeknek. A legnépszerűbb nevek a lányok körében tavaly sem változtak, továbbra is közkedvelt névnek számít a Hanna, az Anna, a Luca és a Zsófia. A fiúknál viszont eddig a Noel vezette a népszerűségi listát, tavaly azonban a Kevint választották többen. Rossz hír viszont, hogy az átlagnál is többen vesztették életüket 2019-ben, 987-en, így elmondható, hogy a halálozási arány magasabb volt Gyöngyösön a születési aránynál. Országos szakmai konferenciát tartott egy budapesti cég immár harmadik alkalommal. A szakmai továbbképzésnek különlegessége az volt, hogy egy időben 9 nagyvárosban, köztük a Heves megyei építészkamara támogatásával Gyöngyösön is zajlott az élő online képzés. Szakmai továbbképzésen vettek részt építészek, tervezők, művezetők és műszaki vezetők Gyöngyösön. A webinárium segítségével a Heves megyei építészkamara tagjai helyben hallgathatták meg a Budapesten tartott szakmai előadásokat. Aki pedig itt sem tudott jelen lenni, az otthonról is követhette a képzést. A szakmai továbbképzés az a mi szakmánkban is kreditpontokhoz kötött. 5 év alatt kell összegyűjteni meghatározott kreditpontot. Ez annak egy része.
például Gyöngyös egy másfél kreditpontot érő továbbképzés. Nagyon aktuális a mai viszonyok között, fogy a munkaerő, ez a bolondbiztos építés című fejezet, ez nagyon izgalmasnak ígérkezik. A konferencia során új államigazgatási, engedélyezési, művezetési eljárásokról, jogszabályi változásokról és szerzői jogvédelemről kaptak tájékoztatást a résztvevők. Lesz kivitelezéssel kapcsolatos téma, lesz a tervezői művezetési szabályzatról, ami 2019. december 13-án lépett hatályba, lesz egyéb területekkel foglalkozik, többek között a jogszabályi változások nagyon lényegesek, hiszen az építészet területét nagyon sok jogszabályi változás érint. Egyik ilyen jogszabály, ami nagyon szerintem az egész országot most mozgásban, lázban tartja, hiszen az építés ügynek az alakulása 2020. március 1-ével fog végbe menni. A szervezők és a tagok is hasznosnak tartották a konferenciát. A jelenlévők száma is ezt igazolta, hiszen nagy érdeklődés mutatkozott iránta. Az elmúlt közel két évtizedben legalább megfeleződött a hazai fecskeállomány, azaz mára minden második madár eltűnt az ereszek alól, adta hírül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A madarak számának csökkenése ránk is veszélyt jelent, hiszen azokat a rovarokat, amelyeket eddig ők ettek meg, azokat mára vegyszerekkel kell gyéríteni. Üresen álló fecskefészkek. Igaz, hogy a vándormadarak csak tavasszal érkeznek meg délről, de mára sajnos legtöbb helyen csak ilyeneket látni országszerte, nyára is üresen maradnak a fészkek. Az utóbbi években ugyanis drasztikusan csökkent a fecskék száma hazánkban. Az elmúlt közel két évtizedben legalább megfeleződött a hazai fecskeállomány, adta hírül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Most egy felhívás keretében szeretnének rávilágítani erre a problémára. A nagyüzemi mezőgazdaság élőhelyek romlása, átalakulása az egy elsődleges ok, aztán sajnos egy erősebb hatással jelentkezik a klímaváltozás. A szélsőségek csak nagyon nehezen viselik a fecskék, mint minden specialista, a fecskék táplálék specialisták csak repülő rovarra vadásznak, és bizony, hogyha a költési időszakban vagy vonuláskor a területen belül egy szélsőségesen rossz idő, akkor bizony 100 000 szám, vagy akár millió szám pusztulnak a madarak. A madarak számának csökkenése egészségügyi veszélyt is jelent, hiszen az általuk elfogyasztott rovarokat mostantól kémiai idegméreggel próbálják gyéríteni, ami számunkra is káros lehet, mondta el a szóvivő. De figyelembe veszik, hogy minden egyes fecske legalább 1 kg rovart elpusztít, amíg Magyarországon van. Ez azt jelenti, hogy ez a veszteség már azt is jelenti, hogy 2000 tonna, tehát 2 millió kilogramm rovar itt marad a nyakunkon, amit nyilván a kémiai rovarölőszerekkel próbálnak kivenni a rendszerből, ami súlyosan károsítja, szennyezi a környezetünket, és hát veszélyezteti nyilván az emberi egészséget is. A szakember elmondta, a fecskék számának csökkenését az utóbbi időben éppen mi emberek okozzuk, hiszen a legtöbb fészket sokan a költési időszak közepén verik le, ezzel elpusztítva a tojásokat, illetve a fiókákat. Így felhívja a figyelmet, hogy bárki ilyen esettel találkozik, az jelezze az intézet felé. A Vammav Lövész Klub sportvezetője napokban ünnepélyes keretek között adták át azt a 15 lőállásos versenypályát, mely az elmúlt években Csipke Rózsika álmát aludva nem volt használatban. Az EMI pályázatán 10 millió forintot nyerve, a korábban csak 10 pályából 15 lőállást és több egyéb kiszolgáló helységet sikerült kialakítani, mely nagyszerűen szolgálja majd a gyöngyösi fiatalok felkészülését a jövőben. Ez nagyon nagy előnyt jelent számunkra, ez a 15 fős lőállás, mert eddig ugye 3 lőálláson kellett lőnünk, úgyhogy körülbelül egy edzésen volt olyan is, hogy 10-en is összejöttünk, és így az edzés elég elhúzódott. Meg természetesen télen néha gondot jelentett a fűtés is, és ez így nagyon jó, hogy megkaptuk, visszakaptuk ezt a fűtött lőtért. Mennyire nyugodt itt a légtér, mennyire nyugodt a környezet, ez hogy látod a jövőt illetően, hogy esetleg még jobb eredményeket hozhat-e nektek? Szerintem a sok lőállásnak köszönhetően nyugodtan fellégezhetünk, mindenki beállt a saját lőállásába, és ott nyugodtan lőhet a lövészet végéig. És így nyugodtan készülhetünk a versenyekre puskával és pisztollyal is. A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Mészáros Eszter, aki a Gödöllői Lövészklub versenyzőjeként már kvótát szerzett az idei Tokióban rendezendő olimpiára egyéni és csapatkategóriában is.
egy döntőt szeretnék megelni az olimpián, de igazából az sem nagy probléma, hogyha nem, mert az első olimpián örülök, hogy kijutottam igazából. Vannak olyanok, akik tudnak neked segíteni ebben, akár versenytársak, vagy akár kolábra visszanézve olimpikonok, vagy edzők, tehát ki az, akitől tudsz tapasztalatokat gyűjteni? Hát Szucsák László az edzőm rengeteg tapasztalatot tud mondani, és ő készít fel, és nagyon jól csinálja. Eszter lépuskában, vegyes párosban és összetett 50 méteren állhat majd lőállásba a nyári olimpián. A gyöngyösi fiatalok pedig ettől kezdve minden nap gyakorolhatnak a versenyekre, hogy előbb vagy utóbb ők is kijussanak valamelyik olimpiára. Az elmúlt két évben nagyon sokat romolhatott a nyugdíjasok helyzete a termékek drasztikus drágulása és az ellátások alacsony emelése miatt. Szakértők szerint hamarosan a minimálbéresek is erre a sorsra juthatnak, amennyiben az infláció tovább emelkedik. Az eddigi 130 ezer forint helyett 380 ezer forintra változott a közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelések rezsitámogatása 2020. január 1-től, írja közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az EMMI hozzátette, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő két havi fix díj kiegészítését február 18-án minden érintettnek átutalta. Márciustól kezdődően pedig a havi finanszírozás már a közel háromszorosára emelt összeggel fog megtörténni. Most pedig híreink következnek még egyszer egy-egy mondatban. Sok a panasz, várják az észrevételeket a közvilágítással kapcsolatban. Kevesebb gyermek született, csökkent a város lakossága. Megfeleződött az állomány, egyre kevesebb a fecske. Ez volt az aktuális február 19-én, híreinket visszanézhetik a www.gyongyostv.hu oldalon, de érdemes követni a Facebook oldalunkat is. Teljen kellemesen az estéjük, viszontlátásra!